nekem az a tapasztalatom, hogy akik utoljára vannak itt, azok bizony bevonzák, megjelenítik az iker, illetve a rokon lelkeiket, de főleg itt az iker lelkekről, az androgűn párokról kell beszélni, ugyanis ők lesznek azok, akik beemelnek minket, egy magasabb rendű szellemi mintába, illetve úgy kell fogalmazni, hogy egymást emeljük be az összeadott energiák által. Vagyis egy lépcsőn megyünk végig, természetesen ez nem egy fizikális lépcső. Itt főként arról kell beszélni, hogy rezgés szintben és tudatosságban kell emelkedni, és ehhez bizony nagyon nagy szükség van az androgűn mintaképre. Ahogy mondtam, szerintem ezt már csak azok tudják megjeleníteni, akik utoljára vannak jelen itt fizikálisan, hiszen ez a kétféle dolog összefügg mert ők azok, akik már egy magasabb mesteri szinten tartanak, alacsonyabb rezgés szinteken és tudatállapotok által nem lehet megjeleníteni az androgűn másik felet, ami szerintem az emberiség kb. 80%-ára jellemző. Tehát, hogy ők szerintem most ebben a testetöltésükben nem fogják tudni megjeleníteni, ezért mondtam azt már el többször, hogy szerintem az emberek többsége, jó része nem az igazi párjával, androgűn, mint a képével él együtt. Én azt gondolom, hogy körülbelül 1-2 százaléknyi lelket érint az, hogy ebben a testetöltésükben ki tudnak lépni majd a fizikális mi voltból, és egy megüdvözültebb, szelemi létállapotban tudnak helyet foglalni, és lehet, hogy valamiféle irányítói szerepet látnak majd el, hiszen az iker lelkeknek, vagy az androgűnöknek ez a feladata. Na most nyilván, hogy azért töltünk testet, hogy ezeket a viszonylatokat megjelenítsük. Én is egy hasonló vállalással érkeztem, és már gyerekkoromban kinyilatkoztattam ezt, és nagyon sok rajzot készítettem arra nézve, hogy nekem is ugye megvannak a rokon, illetve az iker lelkeim, valamint, hogy ebben a testetöltésemben mindenkit fölfedek, nyilván nem véletlenül. Tehát ezért van az, hogy én elég régóta és erősen foglalkozom ezzel a témával, mivel hogy engem ez nagyon érint, és nem csak érint, hanem valamilyen szempontból befolyásol, vagy mondjuk inkább azt, hogy motivál. Nagyon fontos a mai tétel kapcsán arról beszélni, hogy minden egyes ilyen lélek, iker, illetve rokon lélek egy-egy lépcső fokot fog jelenteni. Úgyhogy lehet, hogy a mai felvételünknek az is lesz a címe, hogy iker, lelkek, mint lépcsőfogok. Na most azt is megtudtuk, felfedtük, és én is kiderítettem az elmúlt időszakok során, hogy az is előfordulhat, hogy van egy azonos és egy ellentétes nemű ikerlélek is, androgűn, mint a kép, mivel, hogy az eredetiség is ugye erről szólt. Viszont nekem az a személyes tapasztalatom, hogy mindenki egy-egy magasabb szintet mutat, és egy magasabb szintre emel. Hát én is tulajdonképpen így lépkedtem föl, ezen a lépcsőn. Nyilván, hogy legelőször még csak a rokon lelkeket fogjuk ugye megjeleníteni, kivetíteni. Persze, ahogy mondtam, ez nem mindenkire igaz, csak azokra, akik már egy ilyen magasabb szintű létállapotban működnek, és akik végigmentek egy olyan úton, ami által nagyon erősen emelték a rezgésszintet és a tudat állapotot, Mert alacsonyabb hercen nem is lehet kivetíteni, Ezeket a mintaképeket. Persze ehhez az is kellett, hogy az ember így szülessen a földre. Ez azokra igaz, akik magas szinten öltöttek testet, és akikre nem hatott például annyira erősen a születési amnézia, hát mondjuk ahogyan rám sem. Én már koromban is tudtam, hogy van egy ilyen jelenség, és már akkor elkezdtem ezeket a mintaképeket lerajzolni, megjeleníteni és keresni azokat, akik valamilyen szempontból belőlem általam vannak, persze itt arról kell beszélni, hogy ez a dolog természetesen kölcsönös. Tehát, hogy mondtam, én azt vettem észre, hogy minden egyes ilyen lélek egy-egy újabb lépcsőfokot fog jelenteni az életünkben, és egyre magasabb szintekre fognak emelni, vagy mi, miáltal egyre magasabb szinteket érünk el, és haladunk ezen az úton, annál magasabb szintű lények fognak megjelenni az életünkben. És itt persze nagyon sok mindenről kell beszélni, de főleg arról, hogy nekem az a tapasztalatom, hogy egyre alázatosabb lények fognak csatlakozni ehhez az úthoz. Nem biztos, hogy mindenkit meg tudunk jeleníteni fizikálisan, hiszen itt lehetnek eltérések, különböző korkülönbségek, és nem biztos, hogy mindenkivel úgymond egyszerre potyanunk ki, nem is a szamszerából, hanem mondjuk az, hogy a köztes állapotból, és nem biztos, hogy ugyanabban a korszakban öltünk testet, de igazából szerintem ez nem számít, mert itt mindig az összeadott energia az, ami számít, és az, hogy ezek az energiák tulajdonképpen milyen szintre tudnak emelni. Ahogyan mondtam, most már én is végigmentem egy nagyon hosszú úton, már majdnem a huszadik évben járok, mármint nem a korom szerint, hanem az szerint, amióta menetelek, úgymond ezen a lépcsőn, és nyilván, hogy ez lett az idő alatt nagyon-nagyon sok lelket bevonzottam. Szerintem nekem lehet, hogy több száz rokon lelkem van, de ha nem is több száz, akkor nagyon-nagyon sok. 10-20 biztos, hogy van és beszélni kell akkor azokról is, akik ikerlélekként jelennek meg, és akik igazából a legerősebb motivációt képzik. Ugyanakkor nyilván, hogy általuk, tőlük fogunk a legtöbbet tanulni, mert ők azok, akik nagyon élesen szembesítenek, és nagyon erősen visszatükröznek bennünket éppen azt az állapotot, amit megjelenítünk, vagyis ahol tartunk. Tehát ezért mondtam azt, hogy minden egyes ilyen találkozás vagy bevonzás egy-egy lépcsőfokot jelent. Magyarán minden egyes lépcsőfokon úgymond ott van egy-egy tükör, egy nagyon-nagyon éles tükör, egy felület, ami által az ember azt tudja megnézni és saját magát levizsgáztatni, hogy mennyit fejlődött, mennyit haladt ezen az úton. Ahogyan mondtam, én úgymond egyre alázatosabb lényeket vonzok be az idő előre haladtával. Olyanok, olyanokat, akik ugye nagyon humánusak, akik szeretett szolgálattal voltak, vannak jelen, és lehet olyan is, aki már majdnem, hogy csak ilyen szent létállapotban működik, mert hát mondjuk azt, hogy ezeknek a lelkeknek pontosan az a dolga, hogy ezt a fajta szentséget nagyon magas, fokú, szintű állapotot megjelenítsék. Biztos, hogy irgalommal és könyörülettel élnek, de hogyan mondtam, ez már tényleg a legmagasabb kategóriát mutatja, mert ahhoz, hogy egy ilyen állapotot elérjünk, ahhoz ugye le kell tenni az egót, és ahhoz, hogy letegyük, ahhoz egy nagyon hosszú úton kell végigmenni, és ezt hát az én saját tapasztalataim szerint a mai anyagebb világban jóval kevesebben teszik meg. Ahogy mondtam, szerintem egy-két százaléknyi lelket érint az, hogy ők most az igazi androgűn mintaképüket megtalálják, vagy ki tudják vetíteni, akik tulajdonképpen egy ilyen állapotban tartanak és foglalnak helyet, és akkor vannak olyanok, akik egész jó úton haladnak, és biztos, hogy sok rokonlelket vonzanak be, de nem a teljes úgymond másik felet, vagy az igazi valót, de a mai világban az emberek többsége ezt az állapotot nem tudja megjeleníteni, hát lehet, hogy majd sokszoros visszaszületések után, hát ha egyáltalán még ez a fizikális rendszer létezni fog, szerintem nem, vagy legalábbis nem ilyen formában. Tehát, hogyha átlépünk nyilván az 5D-be, akkor ott az anyagnak a szerkezete sokkal lágyabb lesz, nem lesz ennyire sűrű és akkor nyilván, hogy ezek a viszonylatok sem fognak ennyire erősen megfogalmazódni, és ugyan elmondtam, az is lehet, hogy egy idő után a szamszára, mint olyan leáll, magyarán nem lesznek újbóli testetöltések. Egyre inkább ezt tudom elképzelni, hiszen egy magasabb szintű létállapotban, ami magasabb rezgés szinten rezeg, mozog, ott valószínű, hogy az anyag már jóval kivonul, vagy sokkal inkább kivonul ebből a történetből, és hogyha ez így van, akkor már nem biztos, hogy emberi testekbe, formákba fognak tömörülni úgymond a lelkek, hanem egy sokkal magasabb szinten fognak helyet foglalni, és ahhoz viszont már nem kell majd test, fizikum, vagy mondjuk azt, hogy forma, vagy legalábbis nem ilyen erős szinten, hát az is lehet, hogy ugye csak ilyen sziluettek lesznek, vagy energetikai rendszerek, miképpen hát a lélek ugye pontosan ilyen, tehát igen, valószínű, hogy ez az egész itteni létállapot előbb-utóbb visszatér az eredetbe, ahol szerintem nem volt fizikum, és ahol tulajdonképpen ezek az energetikai csomagok, akikre mondhatjuk azt, hogy ők az androgűnök, egyesülni fognak, de ott már szellemi androgűn létállapotról kell beszélni, vagy energetikai összetettségről, és semmiképpen sem fizikálisról, magyarán nem visszatömörülnek ők ugye egy testben, mert maga a test, mint olyan szerintem már nem fog létezni, hanem itt az összeadott energiák fogják képezni ezt az úgynevezett szellemi androgűn mintát, és így fogják tudni valamiféleképpen irányítani az itteni létezést, vagy legalábbis társ irányítók lesznek ebben a történetben, hiszen ahogy én mondtam, ők azok, akik ezt a nagyon magas szintű állapotot, tudatállapotot megjelenítik, amelyben az irgalom és a humánum, valamint a könyörület már nagyon erősen megjelenik, és hát nyilván, hogy ezáltal lehet kilépni az itteni fizikális rendszerből, és ezt azért írtam ide, igen, mert ez a 940. felvétel hatodik év alatt, tehát most már csak 60 előadás szükséges az 1000 órányi improvizációhoz. Remélem, hogy tavaszig el is érem ezt a csodálatos számot. Igen, hát jó lenne. De addig még nagyon sok dolog és nagyon sok feladat van, többek között például ilyen tételeknek a felvázolása, amit hát mondhatjuk azt, hogy én nagyon-nagyon szeretek. Mert mindig jönnek újabb és újabb gondolatok, amelyekről azt érzem igen, hogy nagyon fontos, hogy kidolgozzuk, és ugyanakkor, hát ugye én folyamatosan emelem úgymond ezeket a szinteket, vagy folytatom a korábbi eladásokat, tehát mondhatjuk azt is, hogy ez egy sorozat, hát nagyon erős sorozat, olyan erős, hogy ez most már a 940. része tulajdonképpen ezeknek a gondolatoknak. Tehát igen, nekem az a személyes tapasztalatom, hogy egyre magasabb szintű lények fognak megjelenni, akik tulajdonképpen egyre közelebb visznek az isteni mintához, vagy mondjuk azt, hogy az önvalóhoz. Tehát szerintem az önvaló eléréséhez nagyon nagy szükség van az iker lelkek és a rokon lelkek megjelenésére, de tudjuk azt, hogy az iker lélek, mint olyan a fő-fő, és mondjuk azt, hogy a rokon lélek az pedig egy alacsonyabb rendű kategória, idézőjelbe téve, mert ott nem lesz annyi egyezőség és azonosság, mint ugye az ikerségnél. Hát ott 100%-os analógiáról kell beszélni, de ahogyan mondtam, szerintem az egy-két százaléknyi lelket érint jelenleg, a nevű bolygón és a mostani létállapotok által. Tehát igen, én azt gondolom, hogy semmiképpen sem hagyhatok ki a történetből, úgymond ez a fajta bevonzás vagy kivetítés, és reggel pont ugye Hawkinsnak a tudat térképe jutott eszembe, miképpen ugye felvázolja azt, hogy hogyan lehet a szintiszta tudatot, az abszolútumot elérni, és hát nagyon-nagyon sokféle kategóriát jelöl. Egyébként érdemes ezt a tudattérképet vizsgálni, elemezni, én elég sokat szoktam használni, és ugye ott az, nála az ezres érték a legmagasabb szint, a tiszta tudat, az abszolútum, amivel én is egyetértek, és persze itt nagyon-nagyon sokféle, hát nála is úgymond ilyen lépcsőfok van, stációk vannak, meg kell nézni, hogy pontosan ő hogyan vázolta fel ezt az utat, szerintem nagyon jól, de én szeretném annyiban kiegészíteni, hogy igazából szerintem ő valamilyen szempontból lehet, hogy kihagyta az ikerlelkek ugye jelenlétét, mert ahogyan mondtam, szerintem nagyon nagy szükség van az ő megtapasztalásukra, illetve arra, hogy ezeket a lényeket is bevonzuk, vagy mondjuk azt inkább, hogy ki tudjuk vetíteni. Tehát én annyiban egészíteném ki az ő térképét, hogy egy bizonyos szintnél és mondjuk azt, hogy hercán megjelenik, mondjuk hát az első ilyen rokon lélek, vagy mondjuk inkább azt, hogy elkezdjük gyakorolni úgymond a kivetítést, mert szerintem mi egymást vetítjük ki és ezt szó szerint kell érteni. Itt gondolhatunk arra is, hogy ez egy picit olyan, mint a bilokáció. Én ezt a kétféle jelenséget már összehasonlítottam, és készítettem erre nézve különböző előadásokat. Persze jó kérdés, hogy hány hercen jelenik meg az első. Nyilván, hogy nem olyan alacsony szinten és kategóriában, mert ha az így lenne, akkor most majdnem mindenki már egy ilyen létalapotban foglalna a helyet, és akkor valószínű, hogy az egész itteni létezés már lehet, hogy egyesült volna, vagy nagyon közel járnánk hozzá, de hát ettől még szerintem ez az itteni lételapot nagyon távol van. Tehát igen, én azt gondolom, hogy, és hát ez is a tapasztalatom, hogy amikor elindulunk az úton, és elkezdjük emelni a rezgésszintet, és egyre több minden emlékszünk, vagyis a tudatállapotunk is nyílik és emelkedik, akkor sorban meg fognak jelenni ezek az illetők. Persze itt arról kell beszélni, hogy nem egymás után már mint úgy, hogy nem egyik napról a másikra, hanem eltelhet például a kétféle megjelenés között akár mondjuk több év is, de az is lehet, hogy tíz év, vagy akár húsz év. Ez mindig attól függ, amit mondtam, hogy ki milyen szinten tart. Ha valaki már nagyon közel jár az isteni mintához, ő nagyon gyorsan meg fogja tudni jeleníteni, a rokkollelkeket, illetve az ikerlelkeket, és fokozatosan és sorozatosan bevonza őket, úgy, hogy igazából nagyon mondhatnám azt is, hogy meg sem kell mozdulni, mert automatikusan meg fognak jelenni. Ez azért van, amit mondtam, mert a magasabb rezgésszinteken, magasabb hercen már ilyen kivetítéssel van az ember, mint olyan. Hát jó kérdés, hogy a mai világban kik azok, akik ilyen témákról beszélnek. Szerintem nem sokkal. Most így elkezdtem ezen gondolkodni, hogy úristen, milyen szavak is hagyják el a számat, de igen. Tehát az a lényeg, hogyha már magasabb frekvencián rezgünk, mozgunk, és a tudatállapotunk is tulajdonképpen egy ilyen minőségnek felel meg, akkor nagyon intenzíven fognak érkezni ezek a lelkek, és hát ez tulajdonképpen nálam is ugye így volt, mert amikor elkezdtem dolgozni az interneten, és már ilyen témákkal foglalkoztam, akkor automatikusan és sorozatosan bejelentkeztek hozzám azok az emberkék, akik valamilyen szempontból rokon lelkek, és hát több száz ilyen megkeresésem volt. Nem mondom azt, hogy mindenki rokonlélek volt, mert ez nem igaz, de nagyon-nagyon sokan, hát szerintem 30-40 emberkét tudnék mondani, akik biztos, hogy ezt a fajta mintát követik, csak ők még nem tartottak egy ilyen. Szintén éppen ezért kellett arról beszélni, hogy ők rokon lelkek, és nem iker lelkek. Hát, ahogyan mondtam, az én esetemben van egy női és egy férfi. Iker lelkem is, akik ilyen testekben jelentek meg, viszont a női az, aki a legmagasabb szinten van, és ő az, aki által úgymond ezt a lelki üdvösséget el tudtam érni, és aki egyébként alázatban, irgalomban, könyörületben is a legmagasabb szinten van. Egy olyan nagyon magas szinten, amire hát itt és most igazából szükség van, illetve hát azoknak a lelkeknek van szüksége, erre a megtapasztalásra, akik, ahogyan mondtam, szerintem már utoljára vannak jelen fizikálisan, mivel, hogy pont eme energiák által, és minőség és létállapot és megtapasztalás által tudnak úgymond kilépni ebből az egész rendszerből, hiszen ahogyan mondtam, hogy az ezres érték jelenti a csúcsok csúcsát, ugye Hawkinsnál is, bár szerintem ez egy alapszint, jó lehet, hogy a fejlődési folyamat által ez a csúcsok csúcsa és a legmagasabb, de én erre azt mondom, hogy ez az alap, és ez az, amit úgymond ezeknek a fejlettebb lelkeknek mindenképpen el kell érnie. Hát ahhoz, hogy maga ez a megüdvözülési folyamat tulajdonképpen létre tudjon jönni, és ahogyan mondtam, a fizikális rendszert hátra lehessen hagyni, magyarány nekén újra teste tölteni. Egyszer egy nagyon fiatal hölgyemény megkérdezte tőlem, szerintem olyan húsz éves lehetett. Szerintem ő még nem olyan sok mindent értett ebből az egész történetből, de megkérdezte tőlem, hogy mire jó ez az egész, vagy mi az értelme tulajdonképpen ennek az egésznek. Hát, hogyha nagyon röviden szeretnék válaszolni, akkor azt kell mondani, hogy itt az a tét, hogy az ember, vagy a lélek, mint olyan, kilép e eme fizikális rendszerből, és eléri e a megüdvözülés állapotát, magyarán az abszolútumot, és már nem kell soha többé testet tölteni, vagy pedig tovább kell működni, úgymond a szamszárában, és ezek az újbóli testetöltések ugye újra és újra megjelennek, és újra végig kell menni a különböző utakon, és újra rezgésszintet kell emelni, és újra és újra be kell vonzani azokat, akik által tulajdonképpen ez a magasabb szint Elérhető. Ugyanakkor itt ugye beszélni kell a karmikus kiegyenlítésekről, valamint az energetikai rendezésről, ugyanis szerintem ezt is, vagy ezeket a dolgokat is eszközölni kell fizikális létformában, és nem biztos, hogy csak földi létformában, de jelenleg ugye itt vagyunk, és hát itt találtunk rá egymásra, mert mindannyian emberi testeket öltöttünk, és hát nyilván, hogy akkor mondjuk azt, hogy a földre kellett inkarnálódni, mert ha nem így lett volna, akkor nem biztos, hogy most a földön lennénk, hanem teljesen más dimenzióban és aspektusban. Persze én azt gondolom, hogy lesznek még ilyen létállapotok, és ilyen létállapotokban is fogunk még helyet foglalni, tehát magasabb dimenziókban. Sőt, hát szerintem olyan esetek is lehetnek, vagy olyan szinteket is elérhetünk, amikor már a hetedik dét is meg tudjuk ugorni. Magyarán egy olyan létalapotot, amikor tulajdonképpen az anyag, mint olyan ebből az egész történetből kivonódik, és ahogy mondtam, ott már nem kell ugye a fizikális behatással foglalkozni. Magyarán ott a test, mint olyan a forma nem fog megjelenni, csak egy magasabb szintű létalapot. Hát, létalapot, hát igen, mondhatnám azt is, hogy tulajdonképpen ez a tétje ennek az egésznek. Persze tudom azt, hogy nagyon sokan ö, nem gondolkodnak ilyen ö, dolgokról és helyzetekről, és nagyon sok ember számára ez a fajta megfogalmazás, hát mondjuk azt, hogy lehet, hogy kínaiul van, és nem is értik azt, hogy miért kellene mondjuk a megüdvözülés állapotát elérni. Hát azért mondtam azt, hogy igazából ezek a tételek most már tényleg azoknak szólnak, akik ilyen szinten tartanak, és hát most az ugrott be, hogy akiket mondjuk a jó Isten vár ilyen szempontból, mert ahogyan mondtam, szerintem ezek a lelkek energetikailag újból egyesülnek, akik már nem fognak testben helyet foglalni, és ez az összeadott nagyon magas szintű, rezgésszintű energia fog tovább működni tulajdonképpen Ebben a magasabb rendű mintában, ami által ugye lehet, hogy irányítói feladatok lesznek, de most igazából nem is ez a lényeg, hanem az, amit mondtam, hogy a Földön jelenleg egy ilyen úton menettelünk, ami nem egy fizikális lépcső, itt rezgés szintemelésről van szó, szóval és minden egyes lépcsőfoknál, Szerintem megjelenik majd, illetve nem szerintem, hanem ez a tapasztalatom, megjelenik majd egy-egy olyan lélek, akivel ö, lesz közös dolog, feladat, aki által magasabb szintre lehet jutni, és aki által tulajdonképpen egy újabb és egy újabb embert lehet majd egy idő után bevonzani, de ehhez ugye az kell, hogy a többieket hátrahagyjuk. Én is nagyon sok embert hagytam magam mögött, azért mert már nem volt közös ez az út és feladat. Tehát itt arról kell beszélni, hogy ha elvégezzük a közös feladatot, akkor tovább kell menni, és új embereket kell bevonzani. Hogyha én emelek a rezgés szintemen és a tudatosságomon, akkor biztos, hogy egyre magasabb szintű embereket is vonzok be. Tehát itt visszacsökkenni ez a szint már nem fog, de hát mondjuk ez ugye tőlem függ. Ha most nagyon erősen visszacsökkenteném, akkor nyilván egy alacsonyabb rendű lelkeket vonzanék be, és olyanokat, akik szintén alacsonyabb rezgésszinten és tudatállapotban fogalmazódnak meg. Na de hát, hogyha az ember tisztít, és egy nagyon szent létállapotban, egy megigazult állapotban él és működik, akkor nyilván, hogy ez nem történik meg, hanem pont az ellenkezője, és akkor, ahogyan mondtam, egyre tisztább, és magasabb szintű lelkek fognak úgymond megjelenni, akiket szerintem mi vetítünk ki, hát pontosan azon energiák által, amelyeket ugye most már saját magunkon belül is felfejlesztettünk, mondjuk így, és aminek a rezgés szintje, a frekvenciája, már jóval magasabban van. Hát most már én nagyon-nagyon csodálatosan és jól érzem ezt az állapotot, és én Horváth Teri lelke által értem el. Hát mondhatjuk azt is, hogy ezt a nagyon közeli szintet, jó, fogalmazzunk így, de előtte nekem nagyon-nagyon sok úton, stáción és lépcsőn, lépcsőfókon kellett végigmenni, ami által rengeteg ilyen, nem rengeteg, de sok. Ilyen megtapasztalásom volt, amiről ugye írtam az elkönyvemben, valamint beszéltem a különböző előadások által. És igen, nagyon érdekes az, hogy megjelenhet egy olyan ikerlélek is, aki azonos nemű testben foglal, vagy foglalt helyet, de igazából ebben a történetben ez nem számít, mert, mert a lélek vagy ha az energiát vizsgáljuk, akkor az összeadott energiák által ugye nyilván egy olyan közeg, vagy egy olyan lételapot alakul ki, amiben a nemiség, mint olyan, az nem fogalmazódik meg, hiszen nemiséget csak a testeknek van. Na most, hogyha a test, mint olyan kivonul ebből a történetből, magyarán már nem jelenik meg, akkor teljesen mindegy, hogy miről beszélünk, arról beszélünk, hogy kinek milyen szinten, állapotban van már a lelke, milyen, mennyire megigazult állapotban, mennyire van közel, úgymond az isteni mintához, és hát az is nagyon jó kérdés, hogy azt is nagyon fontos vizsgálni, hogy ki, honnan és hogyan szakad ki. Ebből, hát hogyha ezt egyáltalán kiszakadásnak lehet nevezni, mert nem biztos, mert nem biztos, hogy teljesen úgy úgymond, kiszakadtunk ebből a létállapotból, sőt, szerintem nem, inkább arról kell beszélni, hogy oké, megjelent maga a test, a forma, és ide inkarnálódtunk a Földre, de szerintem lélekszinten, vagy szellemiségben, vagy tudatiságban nem szakadtunk ki a magasabb szintű rendszerből, mert akkor egyrészt nem tudnánk ilyen témákról, tételekről beszélni, másrészt pedig nem is éreznénk ezt a húzó-vonzó erőt, ami tulajdonképpen. Azt idézi elő, hogy az ember, vagy a lélek, mint olyan haza akar térni, meg akar üdvözülni ebben a szellemi mintában, és pontosan tudja azt, hogy nem a fizikális földi létezés a valódi otthona, hanem pontosan ez a szellemi összetettség, vagy mondjuk azt, hogy ez az egységes lételapot, egységes energetikai androgűn lételapot, mert ott már, ahogyan mondtam, ez a kétféle dolog egyé válik, egyben Működik majd tovább, de semmiképpen sem fizikálisan, hanem energetikailag. Hát igen, szóval ez egy nagyon erős történet, nagyon erős és érdekes az, hogy, hogy hová lehet eljutni ennyi úgymond emelés, emelkedés által, ugye most már én is hatodik éve beszélek ezekről a tételekről, amelyek által én is emeltem a saját rezgés szintemen és a tudatosságomon, mert ugye én mindig tapasztalatból beszélek, és azt mondom el, amit én átélek. És ugye arról, be, arról is beszélni kell, hogy 18 éve foglalkozom ilyen tételekkel, bár már óvodás koromban is éreztem azt, hogy dualitás van a Földön, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy most már igen, majdnem 40 éve. Tehát már 40 évvel ezelőtt is megfogalmazódott bennem ez a dolog, ami nagyon nem kevés, azért 40 évig kutatni, és 40 évig tulajdonképpen ezzel a dologgal foglalkozni. Hát ez, igen, az egy nagyon szent vállalás, és ugyanakkor tele volt és van izgalommal, rengeteg titokkal, feltárásra váró szegmensen. Hát amit én ugye azért elég szépen eszközöltem, és ami által rengeteg-rengeteg tételt lehívtam, átadtam, és igazából mondhatjuk azt, hogy mindent önzetlenül, amelyeket ugye meg lehet találni például a különböző felületeken. Tehát igen, én azt gondolom, hogy a tudat térképben mindenképpen ezt bele kellene fogalmazni, írni, tehát meg kellene jeleníteni ezeket a szinteket is. Persze jó kérdés az, hogy ki az, aki ezt pontosan meg tudja mérni, hogy ez hány hercen, milyen rezgés szinten nyilvánul meg. Hát én satszolni tudok, vagy tudnék, Persze, hogy mondtam, egyre magasabb szinteket lehet elérni, miképpen az ember saját frekvenciája is magasabbá válik az út során, és ami által ezt az úgynevezett szent lételapotot elérjük fokozatosan. De ehhez ugye le kell tenni az egót, hátra kell hagyni, ami nem egy kétnapos történet. És ami nagyon fontos, hogy akik kötődnek az anyaghoz, mint olyanhoz, ők biztos, hogy nem érik el ezt a lételapotot, mivel hogy ők úgymond fogva tartottak. Tehát akik ma anyagelvőek, és bőségben, meg luxusban, meg <laughs> ilyen szemléletek követése által élnek, működnek, náluk ez a jelenség nem fog megfogalmazódni. Mert pont, hogy ebből kell kilépni ahhoz, hogy eme másik fajta úton az ember elinduljon, és nem csak elinduljon, hanem nagyon régóta meneteljen. És hát ezek a lények megvilágosodni sem fognak, és nem fognak tudni kikerülni ebből a sűrű masszából. Ugye Hawkins szerint és a megvilágosodás, vagy mondjuk azt, hogy a magvilág osodás a legmagasabb szint, bár szerintem nem, szerintem az egy alapszint, az az alapszint, és ehhez nagyon-nagyon kellettek azok, akik tükörképként jelentek meg. Tehát éppen ezért úgy gondolom, hogy ebből a felsorolásból és a különböző szintek felvázolásából hiányzik az, amiről beszélek, az androgűn létállapot megjelenítése, amit fizikálisan a Földön nem fogunk tudni létrehozni egyelőre, mert a két test fizikum ugye nem tud totálisan egybe kerülni, hogy utána egy testet képezzenek, de itt nem is erről kell beszélni, nem is ez a cél. Tehát az igazi egyesülés nem is ezt jelenti, hanem az energetikai egyesülés az, ami fontos, hogy a tudati egyesülés, de az csak két olyan lény tudja megtenni, akiknek az önvalója egy és ugyanaz, és akik Azonos rezgésszinten, frekvencián rezegnek mozognak, hát azt is mondhatnám, hogy földi viszonylatokhoz képest a legmagasabb szinten, vagy mondjuk azt, hogy majdnem, mert jó kérdés, hogy van olyan, hogy legmagasabb szint. És akik úgymond ezt a szent lételapotot, energiákat már meg tudják jeleníteni, akik tulajdonképpen megváltói attitűddel, energiával vannak jelen, és akkor most mondok egy Huda nagyon éles dolgot, ők lehetnek nők is, jó? Tehát a megváltókat nem feltétlenül férfi testekben kell keresni, hát napjainkban meg pláne nem, mivel hogy ma a nők között sokkal több szellemi vezető van, és az ő megváltói, úgymond megváltói energiájuk olykor vagy sokszor sokkal erősebb, sokkal közelebb vannak ehhez a mintához, ez egyrészt személyes tapasztalat, másrészt több száz elemzés van eképpen a hátam mögött, tehát tudom, hogy miről beszélek, de az is ott, hogy több ezer, nem tudom, nagyon sok. Igen, inkább mondjuk azt, hogy több száz, annyi biztos. Igen, tehát, és gondolom, hogy ezért sem véletlen az, hogy én is egy női testben, formulában találtam meg azt, aki számomra a legmagasabb szinten van, akire azt tudom mondani, hogy velem egyenlő, és aki tulajdonképpen az ön, én önvalómat totálisan leképzi, vagy mondjuk azt, hogy totálisan lemintázza. Ez nagyon érdekes, amire én igazából nem számítottam, tehát... Ez egy, ez, egy, ez egy nagyon fontos dolog, amiről most beszélek, mert úgy tűnik, hogy a mai korban, a mostani korszakban egyrészt ilyen energiákra van szükség, másrészt pedig valamiért ez a rendszer mondjuk azt, hogy így jeleníti meg ezeket a minőségeket. Noha tudjuk, hogy annak idején főként férfi, testekben keresték a megváltókat, és hát abban is találták meg, mondjuk így nagyon leegyszerűsítve, bár szerintem akkor is voltak olyan nők, akik ilyen energiákkal működtek, csak a nőket soha nem fogadták el, viszont, amit mondtam, mostanra nekem az a tapasztalatom, hogy ez az egész szinte megfordult, és ma már a nők azok, akik ilyen minőséggel működnek, jó részt, és ők is lesznek azok, akik ezt a szellemi irányítást végzik majd, illetve hát már most is, csak ugye ez még nincs így hivatalosan feltárva vagy kimondva. Éppen ezért gondolom azt, hogy az én igazi másik úgymond megfelelőm, vagy mondjuk azt, hogy másolatom is az, akire én gondolok, és nem véletlen az, hogy ő is női testben foglalt helyet, mivel hogy pont ezért neki voltak és vannak olyan energiái, és olyan minősége, vagy olyan állapota, vagy rezgés szintje, amire nekem tulajdonképpen most szükségem volt és van. Igen. Tehát őt érzem igazából a legközelebb saját magamhoz. Tehát ő azt a szintet is meg tudta ugorni, vagy fejelni, ami eddig ugye bennem volt, és ami már így is egy nagyon közeli létalapot volt, de ő ezt még magasabb szintre emelte. Magyarán ő az, aki besegített ebbe a mintába, de ez azért van, mert ez bennem is ugyanúgy megfogalmazódott, de úgy tűnik, hogy mivel dualitás kettőség van, ezért nem elég az, hogy ha egy emberben ez megfogalmazódik, kell a másik pár, akikről én már ugye óvodás koromban rajzoltam, és én legelőször női ikerlelkeket rajzoltam, tehát úgy, hogy mindkét ö, fajta emberke ugye nőként jelent meg, vagy lányként, és nem úgy, hogy egy nő meg egy férfi. Tehát én a dualitás legelőször így jelenítettem meg, tehát én már valami óvodás koromban lehet, hogy jobban tudtam, mint most. Illetve hát mondjuk azt, hogy lehet, hogy sok mindent elfelejtettem, és most újra felelevenednek ugye ezek a belém rögzült és táplált gondolatok, hála a jó meg persze, amit mondtam, hát ugye be kellett vonzani, vagy ki kellett vetíteni azokat a lelkeket, akik tulajdonképpen a lépcsőn úgymond szépen sorban megjelentek, mert megjelentek automatikusan, tehát ezt, ha az ember nem akarta volna, akkor is akkor is ez így létrejött volna, mert ugye ez egyfajta törvényszerűség, tehát lehet, hogy erről kevesebben beszélnek, hogy ez egyfajta törvényszerűség. És hogyha valaki már így született ide, és egy ilyen létállapotban működik, és végigmegy ezen az úton, akkor nála ez a dolog törvényszerűen meg fog jelenni, mivel, hogy mondtam, hát ezért jöttünk vissza. Tehát a mostani testetöltés ezért is valósult meg, de főleg ezért és akiről beszélek, ő, hát tényleg olyan, mint hogyha egyenlő lenne az én tudatiságommal. Tehát igazából az ő gondolatai, az ő lénye, az ő szemlősége és mindene, az tulajdonképpen totálisan olyan, amit én is eddig vallottam, és amit én képviseltem, de én ezt most megtaláltam úgy, miképpen ez a fajta minta Mozgatott egy másik testet, aki szintén női minőségben foglalt helyet, bár ő is sok férfias energiával él, de ahogy mondtam, itt nem ez a lényeg, hanem az, hogy nagyon-nagyon szent vállalással volt jelen, és nagyon közel volt ahhoz a fajta, minőséghez, ahová tulajdonképpen ez a rendszer is siet, amit el akarunk érni, és amiben ez az egységes lételapot meg tud jelenni. Tehát mondjuk akkor azt, jelentsük ki azt, hogy 940, ami nagyon nem kevés, 940 előadás és felvétel által jutottunk el ide, vissza kell hallgatni a korábbiakat, és vissza kell menni egészen 2017-ig, ugyanis akkor kezdtem el ezt az egészet, és én már 2017-ben is beszéltem az ikerlelkekről, és tulajdonképpen azóta építettem föl ezt a rendszert, vagy mondjuk azt, hogy ezt a sorozatot és tételsort, de már ugye én 2009-ben is írtam ilyen cikkeket, Viszont akkor szerintem még én annyit nem beszéltem ezekről az állapotokról, de azt tudom, hogy a 2000-es évek elején, közepén vásároltam egy olyan könyvet, ami a, az Iker lelkekről szól. Tehát mondjuk azt, hogy most már majdnem szerintem olyan húsz évvel ezelőtt, viszont ahogy mondtam, én már rohodás koromban is lerajzoltam ezeket a duálpárokat, és hát én pont kb. 40 évvel kezdtem el úgymond az ovit, az óvodát. Jó, lehet, hogy akkor még ilyeneket nem rajzoltam, de de lehet, hogy nagycsoportos koromban már igen, de hogy kisiskolás koromban igen, az már biztos. Tehát akkor azt kell kijelenteni, hogy tulajdonképpen szerintem azóta mentem végig én is ezeken a Lépcsőfokokon, ami ugye egy láthatatlan lépcsős nem egy fizikális, fölfelé ívelő rendszer, hanem itt inkább arról van szó, hogy az ember a tudati állapotán hogyan nyit, és hogyan emel. És hogy mennyi emlék kerül előtérbe. Mennyi mindenre kezdünk el emlékezni. Mennyi minden oldódik föl vagy szakad föl, és kerül elő úgymond az önvalóból, mert mindent ugye az önvaló az a magasabb szintű szellemi rendszer tárol, és tulajdonképpen szerintem benne és általa jelennek meg ezek a képek, ami által a kivetítés, mint olyan létrejön, és ami által tulajdonképpen a rokon és az ikerlelkek megjelennek. De ez mindig attól függ, hogy kihány hercen, milyen rezgés szinten rezeg mozog. Na most, mivel én nagyon erőteljesen, folyamatosan, szinte megállás nélkül 18 évig emeltem ezen a szinten, és hát ugye ide kell venni szerintem a korábbi testetöltéseket is, nem csak a mostanit, ezért, ahogyan mondtam, sorban megjelentek ezek a lények, akik nagyon erős tükröt generáltak, és akik által tulajdonképpen azt tudtam megnézni, hogy hol tartok. Hát most egy olyan lényt vonzottam be néhány hónappal ezelőtt, hogy mondjuk azt, hogy egy olyan valakit vetítettem ki, ismertem föl, aki szerintem a legcsodálatosabb lény, tehát ő egy egészen fantasztikus, zseniális ö, ö, személyiséget és ö, lelket jelenít meg, aki szerintem benne van abban a mintában, amiről én beszélek, ő biztos, hogy szellemi vezető, és ahogyan mondtam, ő az, aki, aki abszolút leképezi azt, ami bennem is megvolt és van lenyomatként. És ahogyan mondtam, igazából lehet, hogy nem is kell azon meglepődni, hogy ő is női testben foglalt helyet. Mert azt kell kimondani, hogy itt a pont. Tehát szerintem én most tudok pontot tenni, nem is ennek az ügynek a végére, mert ez nem a vége, lehet, hogy ez a kezdete. Mert ahogyan mondtam, a megvilágosodás is egy kezdet, egy alapszint, és az, amikor az ember már mindenkit fölismer. Mert ez egy új kezdet. Tehát innentől kezdve az emberek teljesen más lesz az élete. Persze az én életem már eddig is nagyon más volt, de ezt is fokozatosan ki kellett alakítani és építeni, fölépíteni. De amikor az ember eléri ezt az alapszintet, ami számomra alapszint, vagy én legalábbis így jellemzem, akkor onnantól kezdve egy teljesen másfajta vállás fog kialakulni. Hát az lesz az, amire szerintem azt kell mondani, hogy ez már egy szent vállalás, egy megigazultabb lételapot, amikor totál megfordul és kicserélődik minden, teljesen totálisan minden, és egy újfajta személyiséggel, egy hatalmas párfordulás után az ember elkezdheti a valódi, igazi, hát mondjuk azt, hogy szolgálatát, mert szerintem itt erről van szó. És ehhez. Most nekem nagyon kellett horvát teri, Terézia, lelke lénye, jelensége. Egyáltalán az, amit ő közvetít, vagy közvetített. És persze, persze a többiek is kellettek de, de, de ez a fajta megtapasztalás, amit én most élek át pár hónapja, abszolút te visszaigazolt, és abszolút helyére tett, és abszolút beemelt valahova, ahová én már nagyon régóta igyekeztem, és nagyon őszinte leszek, ezt az állapotot, amit most elértem, mások által így, ilyen formán nem értem el. Hiába volt az, hogy sok rokon vonzottam be, Megtaláltam azt is, aki az Iker ö, testvérem lett volna, megtaláltam azokat is, akik nagyon erősen leképeznek, lemintáznak, és az, azt is, aki az én férfi ö, androgűn ö, mintaképem, mindenki kellett hozzá, és ugye azt is elmondtam már, hogy voltak olyanok, akikkel fizikális kapcsolataim is voltak, találkozások vagy együttélések, de nem mindenki által jön ez létre, mert vannak olyanok, akik által úgymond csak az energia az, ami érvényesül, a gondolatok, a jelenlét, de e, hát igazából mondhatjuk azt, hogy ez is tud annyira erős lenni, vagy ez is lehet, hogy erősebb, mint maga a fizikális megtapasztalás. Tehát itt ugye kétféle változat van, de a végeredmény az igazából ugyanaz, vagyis az, hogy ez a lelki üdvösség, megüdvözülés létrejöjjön, és ez úgy is létre tud jönni, hogyha mondjuk a másik lénynek jelenleg nincs fizikális teste. Hát majd lehet, hogy lesz, de hogyha az utolsó testetöltésről beszélünk, akkor nyilván nem. Viszont akkor, amit mondtam, már egy egységes ilyen mint kép fog megjelenni, ami a legmagasabb szintű rendszer, nagyon magasan rezeg, mozog, mi egyrészt azért, mert egységes, másrészt azért, mert benne már anyag nem jelenik meg. Tehát arról kell beszélni, hogy szerintem ezek a lépcsők, vagy lépcsőfogok pontosan ide vezetnek. És ezt kell fölismerni és ezen az úton kell végigmenni, és miképpen az ember emel a rezgés szintjén, és jut egyre magasabban, úgy fog lepotyogni az anyag ebből az egész történetből, úgy fogjuk hátrahagyni az anyagi behatást, úgy leszünk egyre szerényebbek, és egyre inkább Isten közelébbek, miképpen megtaláljuk a, az egyszerűségben, a puritánságban, a csendben, az egyedüllétben, a kiüresedésben, a csodát, a gyönyört, a, a szentséget, az egységet, tehát itt arról kell beszélni, hogy a legigazibb lelkek, akik ilyen szolgáltal vannak ilyen, és akik androgűn, mint a képek, ők biztos, hogy nagyon szerények, tehát hogyha valaki anyaggelvű, ahogy mondtam, ő ezt nem is tudja kialakítani, nagyon alázatosak, tehát ők az alázat csúcsán működnek, Miképpen ugye ezt Hawkins is leírta, irgalmas, könyörületes lények, szentek, azt is mondhatnám, hogy már-már olyanok, mint akik egyfajta szerzetesi létmódot folytatnak, de igazából beszéltünk arról, igen, hogy ez egyfajta szerzetesi létmód, ami tulajdonképpen én is végzek, úgy de szépen írtam le, most már egy ideje működtetek, és miképpen szerintem Horváth Teri is, igen, itt lesz a pont, Horváth Teri is egy ilyen életet élt, miután hátrahagyta a külvilágot, miután már csendben, kiüresedésben, elmélyülésben élt 20 évig, ami nagyon nem kevés, tehát neki is megvolt ez a 20 éve, ugyanakkor nekem is megvan már a 20 év, tehát itt az egyenlőség, és akkor itt tudom azt mondani, hogy igen, megvan az, aki az én igazi androgűn másik felem, ő pedig nem más. Szerintem, mint ő, Horváth teri igen, mert ő az, aki egy ugyanolyan úton ment végig, amin én, és aki igazából ugyanolyan szinteket ért el, ugyanolyan lételapotokat, aki ugyanarról beszélt, és ugyanazt akarta megjeleníteni a saját vállalásával, amit én, vagyis itt ugye azonos, analóg mintáról, sorsról, ugyanakkor szerződésről beszélünk, ami egy magasabb szintű rendszerből érkezik, vagy jelenik meg, és amit ő is ugyanúgy felismert miképpen. Én. Innentől kezdve szerintem nagyon jó kérdés az, hogy lesznek e még esetleg még magasabb szintű lelkek lények. Az én a fiatalkori kinyilatkoztatásaim által nem. Tehát valószínű, hogy én elértem azt a fajta állapotot, amit kijelöltek, vagy kijelöltem saját magam számára, és. Úgy látom a korábbi feljegyzéseim által is, hogy ő az, aki úgy mond a végső megigazulást jelenti számomra, persze előtte voltak mások. Ahogyan mondtam, más lépcsőfokok, mert nyilván ahhoz, hogy az ember ide följusson, kellett ez a lépcsőfok is, ez is, meg ez is, mert innen nem tudtam ide följönni, hanem végig kellett menni ezen az úgymond úton, és ezekkel a megtapasztalásokkal kellett élni, és minden egyes megtapasztalás által leírtam, elmondtam, levezettem, lerajzoltam, elregéltem, hogy ki mit hozott ki egyrészt belőlem, ki milyen tükröt tartott számomra, ki hogyan ö, ö, mondjuk azt, hogy tükrözte vagy vetítette vissza azt, hogy én milyen tudatszinten, tudatállapotban voltam. Persze, hogy mondtam, ez kölcsönös, vagy legalábbis annak kéne, hogy legyen, csak ugye ezt lehet, hogy nem mindenki ismeri föl, bár azt gondolom, hogy aki ezt nem ismeri föl, akkor ő még nem tart egy ilyen létállapotban, egy ilyen tudatossági szinten, mert itt pont ez a lényeg, hogy ezek a felismerések, mint olyanok, meglegyenek, és hogy rájöjjünk arra, hogy tulajdonképpen a mostani testetöltés, ami szerintem az utolsó, hát nem mindenkinek, az miért valósul meg. Szerintem ő már nem fog visszaszületni, én pedig megyek utána. Én semmiképpen sem szeretném, hogy ő újra fizikális viszonylatba kerüljön, mert az egy alacsonyabb kategória, és tudjuk azt, hogy szenvedéssel jár. Az én célom az, amit már sokszor elmondtam, hogy kiemelkedjek én is ebből a masszából, hogy elvégezzem még azt a dolgomat, ami itt fontos, és amit el kell végezni, és utána pedig ez az egységes minta létrejöjjön, és úgy is maradjon. Vagyis, hogy benne és általa az ember elérje, hát azt, ami, ami, ahogy mondtam, az eredet, és ahonnan szerintem származunk, de valamiért visszajöttünk, valamiért vállaltuk ezt a testetöltést, hát lehet, hogy pont azért, hogy megtaláljuk eképpen egymást, ugyanis itt vannak különböző képkivetítések, és ezen képkivetítések által ismertük fel egymást, egymásért jöttünk, egymásért vállaltuk a testetöltést, a felismerések miatt, az út miatt, a tükrök miatt, a lépcsőfokok miatt, és azért, hogy ez a fejlődési folyamat megvalósuljon. Fú, nagyon fárasztó erről a téterről beszélni, mert, mert próbálok most egy ilyen jó 10-20 éves utat valahogyan összefoglalni, ami lehetetlen. Mert ahogy mondtam, minden egyes felvétel kellett hozzá, minden egyes felvétel egy stáció, vagy azt is mondhatnám, hogy lépcsőfok, tehát akkor van most már 940 lépcsőfok, de ide kell venni az 1000 cikket, a 2000 oldal kéziratot, a 4 millió karakternyi írást, a 18 éves utat, vagy inkább, nem is tudom, hogy hány éves utat, 40 akárhány éves utat, a korábbi testetöltéseket, magyarán az egész szamszárát, a létforgatagot, és mindent, ami benne megvalósult, mert szerintem a korábbi tapasztalatok is nagyon-nagyon kellettek ahhoz, hogy ezek a mostani szintek megvalósuljanak. És egyáltalán az, hogy ez az út, mint olyan létrejöjjön, és hogy ez a beteljesülés megvalósuljon. Én egyre jobban azt érzem, hogy én most már ebben a pontban benne vagyok, és ezért tudok ezekről az állapotokról így beszélni, mert, mert én ezeket valóban átéltem, és azért, mert hát ez egy nagyon különleges út, és, és ez valóban megtörtént. Valóban megtörtént, és az is fantasztikus, hogy minden egyes ilyen állomás tulajdonképpen dokumentálva van. Tehát igen, arról kell beszélni, hogy a rokon, illetve ikerlelkek mindenképpen lépcsőfokokat jelentenek, eme úgy során elkerülhetetlen a létük, mert ahogyan mondtam, tükörként jelennek meg, és számunkra nagyon-nagyon-nagyon nagy szükség van a különböző tükrökre, a visszahatásokra, vagy mondjuk az, hogy visszacsatolásokra, mert ha nincs tükör, akkor nem tudom saját magamat megnézni, persze itt nem a fizikális dolgokról kell beszélni, nem a fizimiskáról, hanem a benső megigazulásról, vagyis erről a folyamatról, arról, hogy szintben tudatosságban az ember hol tart, és igazából szerintem az a legfontosabb kérdés, hogy az ember mint olyan hol tart alázatban mert hogyha nincs meg ez a zalázat, és hogyha ezt a legmagasabb szintet nem érjük el, akkor ez a kiemelkedés nem is tud megtörténni. Tehát szerintem ez a csúcsok csúcsa. És ha ez megvan, az már biztos, hogy úgymond Istennek tetsző, vagy ez a rendszernek tetsző, akkor már teljesen másfajta ajándékokat kap az ember. Hát mondjuk ilyeneket, mint amit én is kaptam, mert az ő lénye, hát Szóval egyszerűen hihetetlen, hogy valaki egy ilyen ajándékot kapjon. Én ezt tudom, hogy ettől a rendszertől kaptam. Azért, mert végigmentem ezen az úton, a legtisztább, a legcsodálatosabb lélek az, aki tulajdonképpen az én mintaképemként jelent meg, és aki az én. Iker lelkem tulajdonképpen egészen zseniális, és aki nagyon sokat ad most is, aki által még mélyebb, szentebb, igazabb lehet ez a vállalás, és aki által még alázatosabb lehet az ember, vagy én. Mert amit mondtam, szerintem ez a cél. Hát a tudat térkép szerint is. De ez egy nagyon hosszú út, nagyon-nagyon hosszú út volt. Szóval egészen elképesztő, hogy, hogy mikem mentünk végig, és hogy január van valahányadika, hogy, hogy milyen, milyen régóta tart ez az út tulajdonképpen. És hogy kik azok, akik megjelentek, és hogy ki milyen tükröt tartott. Szóval én folyamatosan vizsgáltam ezt, folyamatosan leellenőriztem, néztem azt, hogy, hogy ők fejlődnek vagy nem, hogy mi az, amit megmutatnak, hogy mennyire képeznek le vagy sem. Százszerzelékosságban azt mondom, hogy Horváteri az, aki, az ő lelke az, aki abszolút-e e, itt áll ezen a szinten és érzem ezt az energetikai egységet kettőnk között, és azt is, hogy nagyon erősen beemel az isteni mintába, visszaemel az eredetbe, és ezáltal az ember, mint olyan megszűnik kereső lényként működni. Tehát, hogy, hogy már nem lesz benned ez a... Hát ez az űr, igen, lehet, hogy mindenképpen azt a szintet kell elérni, hogy az ember ne legyen már egy kereső lény, mert a Földön nagyon sok mindent keresünk, de amikor ez az egység, vagy egységesítés megtörténik, akkor, akkor onnantól kezdve ez az egész megszűnik. És szerintem nálam ez most szűnt meg. Tehát még az előzőek által sem tudtam ezt mondani. Igen, azt gondolom, hogy ez most szűnt meg nálam. Mert most már abszolút érzem úgymond ezt a kiegyenlítést. És nagyon őszinte leszek, általa érzem ezt, általa, nagyon erősen általa. Mert, mert ő, ő képviselte azt, amit az a minta tulajdonképpen, amiről én olyan nagyon régóta beszélek, és amit próbáltam másokban fellelni, megtalálni, de csak részben találtam meg, csak bizonyos rokonságok terén, de az kevés. Itt a százszázalékos analógiáról kell beszélni, és arról, hogy ki az, aki totálisan egy veled ebben a mintában. Hát ő az, aki totálisan szerintem egy. De ha még esetleg lesznek olyanok, akiket ezek után bevonzok, akkor nyilván, hogy ezt el fogom mondani, de szerintem már nem igazán, nem tudom. Mert ha ez így lenne, akkor nem érezném most ezt a megérkezett állapotot. És igen, ahogy mondtam, a korábbi kinyilatkoztatások által is ő áll ezen a helyen. Mert mondjuk azt, igen, hogy akkor ez az egységes mintakép két olyan úgymond testet küldött le ide, akik ugyanazt képviselik, képviselték, és hát mind a ketten női testben fogalmazottak meg, de hát ez miért is lenne baj, nem baj. Lehet, hogy az igazi dualitás, mint olyan, az mégiscsak így épül föl, és nem úgy, hogy egy nő, meg egy férfi ö, kapcsolata, vagy párkapcsolataként. Hát lehet, hogy ez egy új tétel lesz, lehet, hogy mostantól kezdve megforgatjuk, vagy kiforgatjuk úgymond a világ kerekét, és akkor igen, azt kell elmondani, hogy lehet, hogy az androgűn, az igazi androgűn léttelapot, legalábbis az én mostani tapasztalatom szerint, és emes szint által, Két női testben nyilvánul meg ebben az esetben, és itt van az egyenlőség, tehát akkor úgy tűnik, hogy én nem női testben, nem egy férfi testben lévő egyénnel tudtam és tudom ezt százszerzelékosan kialakítani. Hiába mondták és mondják azt, hogy ez így van, és így igaz, és így kell lennie, nem. Hát úgy tűnik, hogy ő is ugyanúgy egy ilyen testben fogalmazódott meg. Persze itt mindig inkább az energiákat kell vizsgálni, és ahogyan mondtam, ott pedig igazából nemiségről nem lehet, és nem is kell beszélni. Tehát teljesen mindegy. De az a lényeg, hogy akkor én ezt jelentettem meg óvodás koromban, úgyhogy visszaköszönök most az akkori énemnek. Igen. Hiszen mondhatjuk azt, hogy akkor én azóta készülök arra, hogy ezeket a tételeket fölfedjem, de akkor még csak rajzolni tudtam. Róla beszélni nyilván nem, és felvételeket sem tudtam készíteni. Tehát mondjuk azt, hogy akkor 40 évig kellett azért zarándokolni, és végigmenni tulajdonképpen ezeken a lépcsőfokon, hogy ez a tétel is megszülessen, meg majd még a többi, hiszen, ahogy mondtam, már csak 60 felvétel hiányzik az ezer improvizációhoz, amit remények szerint még májusig elérek, és akkor azt kell mondani, igen, hogy 6 év alatt sikerült. Ezt a nagyon sok tételt lehívni, átadni, átélni, megtapasztalni, ezekről gondolkodni, és közben nagyon-nagyon sokat, és sokszor különböző szinteket emelni, és végigmenni egy ilyen csodálatos úton, és közben nagyon sokat okulni, tanulni, sírni, nevetni. Nagyon-nagyon sok katarzist átélni, mert hogy ez az út rengeteg katarzissal járt, az biztos. Szóval egy ilyen úton végigmenni azért az nem egy mindennapos feladat volt, és persze biztos, hogy még lesznek másfajta stációk. Hát jó kérdés, hogy most én ezen a bizonyos lépcsőn hol tartok, hogy lesznek-e még újabb állomások, biztos, de azt érzem, hogy most valahova megérkeztem, Szerintem egy alapszintre mondjuk ezt, jó? És akkor innen ö, folytatódhat tovább a munka, és az újbóli megtapasztalások, katarzisok, és pont az fogalmazódott meg bennem ma, hogy lehet, hogy még 5000 tételnyi ö, felvétel fog születni. Hát az is lehet, hogy még 80 éves koromig fogok beszélni, és addig nyilatkoztatom ki azt, ami tulajdonképpen ebben az önvalóban megjelenik, ami közös, és amiben nagyon sokan csatlakoznak, és amihez kellettek a többiek is, mert ők is sokat segítettek, ők is tükrök voltak, és ők is közel állnak hozzám, mindenkire szükség volt és van. Tehát ezért mondtam, hogy a tudattérképet ki kellene egészíteni, ezeket a stációkat is fel kellene vázolni. De mondok még valamit, mindenki készítse el a saját tudattérképét, és azt, hogy mikor kiket jelenítettetek meg, mikor kiket vonzottatok be, és hogy általuk miket tanultatok, és hogy milyen tükörként jelentek meg, és hogy maga a kép, ez a tükörkép, mint olyan, mikor, hogyan változott, ugyanakkor a személyiség, a hozzáállás, az attitűd, hogy az ember hogyan ment végig ezen az úton, mennyi mindent hagytunk hátra, mit tettünk meg azért, hogy ezt a magas szintet alázatban, humánumban elérjük, hogy ez az egységes androgűn lételapot meg tudja jelenni, mert, ahogy mondtam, szerintem csak így tud megjelenni. És akkor, hogyha a másik is ugyanilyen, a semmilyen eltérés nem lesz, ebben a vállalásban, mert én azt gondolom, hogy ezt a szent vállalást hát ö, teljesen egyformán írta alá, úgymond ö, a Jóisten, vagy egyszerre és egy, egységesen nyilatkoztatta ki, mi írtuk alá ugyanúgy, nálunk annyi az eltérés, hogy neki már ebben a korszakban fizikálisan nem kellett helyet foglalnia, de energetikailag igen, és így segít nekem, azért, hogy, hogy fizikálisan is végigvigyem ezt az utat, hát még azt, ami megmaradt, amit még teljesíteni kell, és ami által az ő lénye is megjelenik, ugyanakkor a többieké, akikkel eddig volt dolgom, és ahogyan mondtam, voltak, akik fizikálisan is ott voltak, és olyanok is, akik lehet, hogy nem, de hát mindig egy lépcsőfokkal feljebb emelkedhettem általuk, vagy feljebb léphettem. Ezért mindenkinek hála és köszönet jár. És mondjuk azt, hogy a nagy egyetemesség számára is, hogy megengedte, hogy ezen az úton végigmenjünk, és hogy ilyen tételekről, Beszélhessek, beszélhessünk, vagy legalábbis érezzük azt, hogy miről szól, talán miről szól az itteni pályafutásunk.